Az elmúlt hetekben megrohamozták a boltokat a vevők a koronavírus járvány miatt. Ez miatt ideiglenesen hiány mutatkozott lisztből, húsból, élesztőből, sőt egyes áruházakban gyakorlatilag nem volt olyan polc, ami tele lett volna. Az egyik szekszárdi nagy áruházban is sokáig üres volt a húspult, de más termékeket sem lehetett kapni hetekig. Az áruház vezető azt mondja, ez mostanra megoldódott, sőt le kellett akciózniuk a csirke mellett, mert olyan sokat rendeltek, és jelenleg is rengeteg hús van raktáron, de a többi élelmiszert is folyamatosan kapják, mondja a vezető. Ez alól a tésztafélék rizs kivétel. Azokból nem tudják a korábban biztosított választékot nyújtani. Lisztet, cukrot, olajat is ismét lehet vásárolni, ahogy élesztőt is. Igaz, ez általában gyorsan elfogy, ahogy a fertőtlenítőszer is, tette hozzá az áruházvezető. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kampányt indított Ne spájzol címmel, éppen azért, hogy megnyugtassák az embereket, nem érdemes hónapokra elegendő élelmiszert felhalmozni. Erről beszélt televíziónknak a kamara Tolna megyei elnöke, vendégedít. A malmok azok átálltak egy megnövekedett igényeknek a kiszolgálására, és folyamatosan üzemelnek, úgyhogy úgy gondoljuk, hogy a liszt ellátásában fennakadás az a közeljövőben nem várható, és a húsok vonatkozásában volt még ilyen árukészlet hiány, sőt ott extrém áremelkedés is volt tapasztalható néhány helyen. De itt is meg kell nyugtassak mindenkit, hogy nincsen hiány hazai alapanyagból. Az élelmiszer utánpótlás biztosításán tehát folyamatosan dolgoznak a mezőgazdászok. Magyarország egyébként akár 12 millió ember biztonságos élelmiszer ellátására is képes, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerint.